Tamás! Nézzünk körül, polgártársak! Hol vagyunk most? Nem is olyan biztos, hogy Pesten. Mikrofon! Nem is olyan biztos, hogy Pesten vagyunk. Azokból az oszlopokból, ahol én inkább éveznék, hogy Lómában vagyunk valamikor Kalikulán vagy Néro idejében. Noha Rómában vagyunk, éljünk úgy, ahogy itt jön. Barátaim, rómaiak, földiek. Figyeljetek rám! Temetni értem ezt a szobrot, nem dicsérni. Nehéz is volna dicsérni, nincs egyetlen jó kérdésem. De egyáltalán miért olyan fontos, hogy ide kerüljön? Csak azért, hogy mindenki előtt világossá váljék, Cézár azt tesz, amit akar, Cézárnak nem számít a világ. Ha úri kedve úgy tartja, akár a nappalink közepére is állíthat szobrot, mégpedig olyan szobrot, amilyen neki tetszik. Még ugyan örülhetünk, hogy csak ide a tér közepére tette ezt a szörnyeteget, amely minő véletlen pont a születésnapján adottak fel. Vannak ilyen véletlenek, kérem, a Gergely naprendszer fájáról van szó, mert azt nem is gondolhatnám, hogy szándékosan időzé tették az általást, pont erre a napra. Na és ha át fogják adni minden tiltakozásunk dacára? Nem kéne. Nagyon nem kéne, de mégis megteszik majd. Ez kérem, hatalmas tévedés lesz. Ugyanis a kézemlékműről most már senkinek sem a német megszállásuk majd eszébe, de még csak nem is Cézár levélhatatlan a hatalma, amely mindennel dacolva mégis ide emeltette ezt a két szárnyat. Hanem a demokratikus ellenzék több hetes tiltakozása, amivel kétségtelenné tette, hogy nem ért egyet a történelem, hamisító, hazug mítosszal. Mások sem értenek egyet vele, de a demokratikus ellenzék tiltakozott is ellene, kitartóan, akár mindennel tartozva, intézkedtek ellenük, előállították őket, legzárták a tiltakozókat minden lehetséges és lehetetlen módon. Nem a rendőrök tehetnek arról, miket kényszerültek tenni, ők csak parancsot teljesítenek. Az erőjárók és azoknak az erőjárói a vétkesek, a legvétkesebb a legfőbb erőjáró. Ha valaki erre jár majd pár hónap múlva, és ránéz a bronzmonstrumba, nem Gárdiát látja majd. Nem azt látja, hanem maga elédézi a lebontott koltonokat, az elhangzott beszédeket, a tiltakozók összetartását, a spontán civil megnyilvánulás erejét. Emlékmű lesz ez? Igen, de az ellenállás emlékmű. Gratulálunk a hatalomnak, sokat emelt a tiltakozásra. Még ugyan örülhetünk, ha nem jön rá erre, mert akkor maga kéne elbontsa ezt a ponzalat. Politikai propaganda értéke a kormány számára már nincs, csak kárlata. Ezt jól megtetszett csinálni. Tényleg Rómában lehetünk polgárok, mert látom az oszlopok politikára ez a fórum románunk, és most éppen rendeltetésszerűen használjuk. Gyakoroljuk a gyülekezés és véleménynyilvánítási jogunkat. Abban is hasonlítunk a tibeti sporti várost, hogy nem messze van innét a Szenátus, ahol a döntéseket hozzák, igazán ide nézhetnének egy kicsit, meg se nagyon kellene erőltessék a szemüket. Csak hát nem néznek, elrejtik a tekintetüket, tartanak Cézártól. Ő meg csak azt látja, amit akar. Nem nézi az ország sanyagú állapotát. A nyomor, az éhezés, a munkanélküliség, hajléktalanság, elbudulás. És ha nem nézi, nem is látja. Cézár csak győzelmeket lát, ezer nyertes csatát, szabadságharcot, ott mi szabadságharcot hívunk, ahol nincs ellenség. Úgy persze nem nehéz nyerni, az a csodák csodája, hogy csak szobrok levedeznek mindenfelé, és nem diadalítanak. Ott vezetni nálunk most világtalan, egyenesen a szakadék felé, amint ez a visszájára fordult szobor is mutatja, a hivatalos történelem felfogás helyett ez a bronzdarab már mindig a tiltakozó magyar demokraták bátorságát fogja hirdetni. Észnél maradandó. Nem hiszem, hogy ezt felveszik volna vele. Beszélt dolgok ezek az emlékművek éve. Hozzájuk sem ér az ember, mégis kifordulnak magunkból. Hé, Tamás!